Isten hozta kedves nézőinket! Szeretettel köszöntünk minden egyes szemét, akik most figyelemmel követnek minket. Önök a Credo TV magyar nyelvű műsorát nézik, engem Kaszta Áron Andrásnak hívnak. Mivel ez a legelső alkalom ilyen felállásban, hadd ismertessem a műsor nevét és azt, hogy milyen okok vezettek a névadásban. A Credo TV magyar nyelvű műsorának neve Szívdobbanás. Nem szívdobbanások, hanem így egyes számban, szívdobbanás. Maga, amit jelent ez a megnevezés, személyes élmény, orvosi, sőt bibliai fogalom. A magzat szívdobbanás az anyamévben már a magzati fejlődés 12. hetében kezdetét veszi. Aztán a születésünk után, mindaddig, ameddig életünk tart, mindig van egy következő szívdobbanás, kinek hosszabb, kinek rövidebb ideig. Mikor ébren vagyunk, mikor alszunk, mikor erőkifejtést végzünk, vagy nyugalmi állapotban vagyunk, lassabban vagy hevesebben, de van egy következő szívdobbanásunk. Aztán a szívdobbanás orvosi fogalom is. A kardiológus szakorvos sok rejtett titkát ismer a szívnek. Például a stetoszkóp segítségével a szívdobbanásokból, szívzörejekből meg tudja állapítani, hogy rendben van-e még a szív, vagy netalán beteg, hol van a baj, mi a probléma. De nem csak az orvosok, hanem a Biblia Istene is jól ismeri a szívünket, vagyis a lelkünket. A rengeteg idézetből, ami ebben a témában található, csak két rövid mondatot hozok most ide be. Minden féltett kincsnél jobban őrizd meg a te szívedet, mert onnan indul ki minden élet. A másik pedig, add a te szívedet nekem, és az én rendeléseimet a te elmét megőrizze. Ezen felül itt a Credo TV-ben a szívdobbanás azt is jelenti, hogy még él, még létezik Romániában, főleg Erdélyben egy magyar kisebbség. Ezek a műsorok olyanok, mint egy szívdobbanás a számunkra. Minden egyes alkalom egy újabb szívdobbanás. Mindazok, akik ismerik a magyar nyelvet, a beszéd alapján követhetik a műsort, azok pedig, akik nem értik ezt a nyelvet, a feliratozás alapján dobbanhat rá a szívük arra, amit itt megosztunk a nézőinkkel. Végül hadd ismertessem azt, hogy a Credo TV szívdobbanás műsorában bibliai témájú igehirdetéseket, sorozatokat követhetnek figyelemmel, valamint 50 perces műsorunkban még láthatnak, hallhatnak inspirált énekeket és költeményeket. Mindezeket elkötelezett keresztény szemléletmódban tárjuk kedves nézőink elé. Ez a műsor heti egy alkalommal van. Most a műsor elején hallgassunk meg egy éneket, jórészt kolozsvári egyetemistákból álló csoporttól, majd dr. Kisjuhász Vilmos lelkész sorozatának első igehirdetése következik, Mózes első könyve alapján. Végül az igehirdetés után Bot Ferenc mond el számunkra egy költeményt ismeretlen szerzőtől, aminek a címe Eben Ha-Ézer, vagyis mindeddig megsegített minket az Úr. Kellemes, de főleg hasznos tévézést kívánunk. Yeah.
Mózes első könyvét keressük meg, annak 24. fejezetét, és az első verssel kezdve olvassuk Istennek ígéjét, a 21-es igevers ámondatát is felolvasva. Az említett helyen, Mózes első könyvéből, a Teremtés könyvének 24. részéből a 24. fejezet első versével olvasom Istennek ígéjét, a 21-es vers ámondatát is felolvasva. Így hangzik Isten ígéje. Ábrahám pedig vén és élemedett ember vala, és az Úr mindennel megáldotta vala Ábrahámot. Mondd azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, aki őnéki mindenében gazda vala. Tedd a kezed tomporom alá, hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek istenére és a földnek istenére, hogy nem veszel feleséget az én fiamnak a kananeusok leányai közül, akik között lakom, hanem elmégy az én hazámba, és az én rokonságom közé, és onnan veszel feleséget az én fiamnak, Izsáknak. Mondta pedig őnéki a szolga, hát ha az a leányzó nem akar velem eljönni e földre, ugyan visszavigyem-e a te fiadat arra a földre, ahonnan kijöttél vala. Felelnéki Ábrahám, vigyázz, az én fiamat oda vissza ne vidd. Az Úr, az égnek Istene, aki engem kihozott az én atyámnak házából és az én rokonságimnak földéről, és aki szólt nékem és megesküdött nékem mondván, a te magodnak adom ezt a földet, elbocsátja az ő angyalát te előtted, hogy onnan védj az én fiamnak feleséget. Hogyha pedig nem akar a leányzó te veled eljönni, mert ment lészel te az én esketésem alól, csak hogy az én fiamat oda-vissza ne vidd. Veti azért az ő szolga az ő kezét az ő urának, Ábrahámnak tompora alá, és megesküvék néki a dolog felől. És vőn a szolga 10 tevét,
az ő urának tevéi közül, és elindula, mert az ő urának minden gazdagsága az ő kezébe vala, felkele tehát és elméne Mezopotámiában, a Náhor városában, és megpihenteti a tevéket a városon kívül egy kútfőnél. Este felé, mikor a leányok oda meríteni járnak vizet. És mondta: Ura, én uramnak, Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt. Imé, én a víz forrása mellé állok, és e város lakosainak leányai kijőnek vizet meríteni. Legyen azért, hogy amely leánynak azt mondom, hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondja, igyál, sőt, a te tevédet is megitatom, hogy azt rendelted, hogy légyen a te szolgádnak Izsáknak, és erről ismerem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal. És lőn minek előtte elvégezte volna a beszédet, imé jőval a Rebeka, Bétuelnek leánya, aki Milkának, az Ábrahám testvérének Náhor feleségének vala fia, és pedig vedrével a vállán. A leányzó pedig felette igen szép ábrázatú vala szűz, és férfi még nem ismeri őt, és aláméne a forrásra is megtölti a vedrét, és feljöve. Akkor a szolga elejébe futamodék, és monda: Kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből. Az pedig monda: Igyál, uram! És sietve leereszti a vedret az ő kezére, és inni ad a néki. És minek utána eleget adott néki inni, a monda: A te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. És sietett, és kiüríti vedrét a váluba, és ismét elfut a forrásra meríteni, és meríte mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmélkodva néz vala reá. Ámen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten házában, és köszöntjük kedves tévénézőinket is. Az Úr kegyelme és szeretete legyen valamennyünk életén, és tapasztaljuk meg ezen az estén, mennyire személyes, mennyire hűséges, mennyire csodálatos a mi Istenünkkel járni. Ábrahámról így olvassuk az első igeversben: Vén és élemedett ember vala, és az Úr mindennel megáldotta vala Ábrahámot. Ezzel azt mondjuk, hogy akkor meg lehet elégedve, és immár elfogadhatja, hogy közeledik az élete vége, és befejezi földi pályafutását. Figyeljétek meg, testvéreim, Ábrahámnak van utódja, Izsák már 40 éves, gazdag, meglátta azt a földet, ahová Isten kihívta, de Ábrahám nem azt mondja, hogy vége. Ábrahám azt mondja, hogy van tennivalóm. Ábrahám azt mondja, hogy én elindultam, de az én fiam velem együtt kell jöjjön. Én nem állok meg. Igaz, hogy Sárát már hazahívta az Úr. Igaz, hogy egyedül vagyok. Nem azt mondja, hogy fiam, én már te tudod, hogy hogy lész ezután. Én annak idején tudtam. Most már a te dolgod, hogy tovább gondolkozz, cselekedj. Ábrahám hívatja a damaszkusbeli Eliézert, az ő szolgáinak fejét, és ő nem Izsákot kéri meg, hogy ha lehet, ne menj vissza, hanem ő leüti a cölöpöket, és azt mondja Eliézernek: vigyázz.
Eliézer, lehet, hogy Izsákban meg lesz a hajlam, vagy a kívánság, hogy visszamenjen. Lehet, hogy én már nem leszek. Vigyázz! Nem csupán a házamnak vagy a felügyelője, a javaimnak. A hűséges sáfára vigyázz. És feladatod van, Eliézer. Nem azt kívánom, hogy jövőre még több legyen a jó, még több legyen a teve. Azt kívánom, a fiamnak hoz feleséget. És higgyétek el, testvéreim, ha azt kívánta volna Ábrahám Eliézertől, hogy több legyen a jó, több legyen a szarvasmarha, több legyen a gazdagság, valószínű, hogy nem okozott volna akkora gondot Eliézernek, mint az, hogy hozz az én fiamnak feleséget az én rokonságom közül Ur-Kasdim környékéről, vagy éppen Ur-Kasdim városából. A szolga bölcsember volt. Így olvassuk. Uram, én megesküszöm. De ha a leány nem akar eljönni, akkor megengeded-e, hogy visszavigyem az én fiamat, a te fiadat oda? És Ábrahám ismét világosan és nyíltan elmondja Eliézernek, semmiféleképpen oda-vissza nem viszed az én fiamat. Eliézer, ez lesz az az alkalom, amikor megismered te is az Urat, mert itt éltél mellettem, és én szövetséget kötöttem az ég és a föld istenével. És megesküdött nekem az égnek és a földnek az istene, hogy ezt a földet nekem adja, az én utódaimnak, és megáldja az én magomat. Eliézer, eljött az idő, hogy te is megtapasztald azt, hogy milyen, amikor az Úr angyala jár előtted. Amikor nem csupán egy hívő ember mellett élsz, hanem te magad megismerted az Urat. Te magad az Úrral jársz, és megtapasztalod az ő kegyelmét az életedben. Eliézer, eljött az az idő, hogy ne te menj, mint aki ismered az utat, hanem az angyal, aki előtted fog járni, őt követed. Eliézer, megértetted, hogy a hívő élet engedelmesség. Járni az Istentől mutatott úton. Az én Uram a mennynek és fölnek istene, aki ott a mennyben trónol, és imádják őt, kérubínok, angyalok, sokasága, ezrei, de a föld istene, itt, ahova mi lépünk, aki mindenen úr, ő fogja elküldeni az ő angyalát, hogy vezessen téged, ott fog menni előtted. Eliézer, nem arról van szó, hogy netán eltévednél, vagy netán rossz lányt szólítanál meg. Ott lesz az angyal előtted. És én ezért imádkozom. És ezzel bátorítalak téged, elbocsátja az ő angyalát te előtted, hogy onnan védj az én fiamnak feleséget. 140 éves volt Ábrahám, amikor ezt elmondta. A szolga legalább 50 éve, de lehet, hogy annál több vele volt.
De Eliézer nem tanulta meg azt, hogy neki igazi hitre van szüksége, hogy az Úrral járjon. Lehet, hogy Eliézer még soha nem imádkozott, úgy, ahogy ezen az úton megtanult imádkozni. És nem az évek és az évtizedek a fontosak, hanem hogy eljussunk oda, hogy engedelmeskedünk a mi Istenünknek, és hitünk van afelől, hogy a mi Urunk cselekszik. Ő a mennynek és a földnek Istene, akinek ígéretei igazak és ámenek, és én vissza nem térek. Nekem nem kell a régi már, onnan nem csábít semmi. Lefordítva ezt a mai nyelvünkre, hadd mondjam azt, nem csábít földi kincs, Jézus enyém. Tudom és tudod-e mondani? Pompa, tudás, művészet. Nem arról van szó, hogy rossz dolgok ezek. De nem ez a cél. És Eliézernek meg kellett ezt tanulni, hogy Isten utasítása, Isten szava az alap. Engedelmeskedünk, mert az ő angyalát küldi előttünk. És kedves testvéreim, hadd alkalmazzam ezt magamra, rátok. Isten nem angyalát küldte csak. Nekünk új szövetségi hívőknek az ő fiát küldte. És nap mint nap ez az engedelmesség a szívemben és a szívedben kell legyen. Úgy verbális úton, amikor megnyitom a számat, úgy, amikor tetre, cselekedetre indulok, amikor a gondolataimban terveket szövök, nem a világ szerint, nem a magam akarata szerint, Krisztus szerint. Én elindultam, én vele járok, én neki szolgálok, én őt követem. Hiszem, hogy ő a menny és a föld istene, királyok király és uraknak ura, és mára is elkészítette a jó cselekedeteket. Járok, Uram, veled, követem a te lábnyomodat. Hiszek benned, Uram, és így bizonyítjuk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és Krisztusnak szolgái. Másodszorban, tessék megfigyelni, nem akarta Ábrahám, hogy egy stresszes, idegroncs legyen a szolga. Megadja a felmentést Eliézernek. Így olvassuk. Ha nem akar eljönni az a leányzó veled, ha az a lány nem akar eljönni veled, ha mégis ez előfordul, te ment vagy ez alól az eskü alól. Téged nem terhel semmi, a magad részét megtetted, Eliézer. Te ment vagy. De az én fiamat akkor sem viszed oda-vissza. Akkor azt jelenti, hogy Isten valami újat kezd, és azt majd ki fogja jelenteni. Azt jelenti, hogy Isten cselekszik. Nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés, de te ment vagy. Figyeljétek meg, testvéreim, ebben a stresszes, rohanó világban, amikor félünk, hogy nem teszünk eleget, hogy valamiféleképpen nem tudunk a dolgaink végére járni, nem felelünk meg a kihívásoknak, a feladatoknak, a tennivalóknak. Lehet, hogy az elmúlt hetet is úgy hagytuk ott, vagy a tegnapi napot is, hogy ami be volt ütemezve, amit szerettünk volna, nem tudtuk végig megtenni. Lehet, hogy félelmeink vannak, hogy egyes dolgokat már nem is tudunk megtenni. Ábrahám
tisztán és világosan elmondja Eliézernek, nem kívánok tőled lehetetlent. Ha a lány nem akar jönni, te ment vagy. A többi az Úr dolga. De Eliézer, az nem lehet, hogy te ne akarj menni erre az útra. Az nem lehet, hogy amiatt a félelem miatt, hogy hát, ha úgy se jön el velünk az a lány, akkor kár elindulni, ilyen hosszú utat megtenni. Menni kell. És erre esküdj meg, hogy mész. Mi az új szövetségi hívők nem esküszünk. A mi igenünk hadd legyen igen, a Krisztus tanítása szerint, és a mi nemünk nem. De figyeljétek meg, testvéreim, Isten elvárja azt, hogy úgy menjek ma, mint ahogy elindultam akkor, amikor megszólított. Az első szeretettel, hátra nem nézve, nem tanácskozva testtel és vérrel, nem mondva azt, hogy hát ki tudja, hogy hogy lesz. Azért nem lehet mindent a véletlenre hagyni. Próbálja megszervezni én. Úgy, ahogy lehetőség van rá. Nem. Megfogadtuk a mi Urunknak, nincs visszaút. Megyünk határozottan. Ma is úgy, mint amikor döntöttünk, nincs visszaút. És úgy osztom az anyagit, és úgy gazdálkodom az idővel, és nem garázdálkodok azzal, testem vagy kényelmem javára, hogy az Úrral járjak. Prioritás nekem az ő szava, az ő követése. Prioritás számomra az Isten szava, a lélek indítása. Figyeljétek meg, testvéreim! Filip nem mondta azt, Uram, én erre a járatlan útra hogy menjek most? Oda megy. És a járatlan úton a szerecseny komornyik szíve elő van készítve az evangelizációra, a teljes átadásra, az Úrnak való elpecsétlésre. Filip nem tesz fel kérdéseket. És megy. Tudd meg, testvérem, hogy naponta várja ezt tőlem és tőled, a mi Urunk. Hűen, szabadon, mentesen, mint aki kísértéseinket megharcoltuk, bűneinket letettük, mint akik elmondtuk, hogy Atyám, a te kezedben van az én életem, és amivel megáldottál, azzal együtt követlek téged a mai nap is. Volt gondja Eliézernek, volt bizonyos félelme, de nem Ábrahám miatt. A küldetés súlya miatt. És harmadsorban hadd szóljak most arról, hogy a küldetés, amit kaptunk a mi Urunktól, felelősséggel, súllyal jár, de áldással, Isten megismerésével. Így olvassuk, GPS nélkül elment Ur-Kasdim környékére, mert ott maradt Náhor, Tárénak fia, Ur-Kasdimban. És oda ment el. Nem volt akkor posta, nem volt e-mail, nem volt telefon. Évtizedek múltak el, több, mint 70 esztendő. És a szolga, Eliézer visszamegy, és azt mondja, Uram, én úgy se tudom, hogy hova kell bemenni, megállok itt kint. Itt egy forrásnál, egy kútnál, megállok itt kint a város előtt. Így olvassuk.
megpihenteti a tevéket a városon kívül egy kútfőnél, éppen ott, ahol a lányok kijártak esténként vizet meríteni. Gondoljátok, hogy tudta ő, hogy hova járnak ki Ur-Kasdim, Mezopotámia városának, a Náhor városának lányai vizet meríteni? Nem tudta. De éppen ott állt meg, mert Isten angyala így vezette az ő gondolatait. És azt olvasok, megpihentette a tevéket, és amíg a tevék pihentek, letérdel. És kedves testvéreim, figyeljétek meg az ő imáját, olvasom még egyszer. Uram, én Uramnak, Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én Uram Ábrahám iránt. Imén a vízforrása mellé állok, és e város lakosainak leányai kijönnek vizet meríteni, legyen azért, hogy amely leánynak azt mondom, hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondja, igyál, sőt, a te tevédet is megitatom, hogy azt rendelted, hogy légyen a te szolgádnak, Izsáknak, és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én Urammal. Megtanul ez az ember imádkozni. Figyeljétek meg, nincs személyes kapcsolat az Úrral. Úgy szólítja meg, mint egy idegent, mint egy valaki másnak az ismerősét. Uram! Az én Uramnak, Ábrahámnak és Izsáknak Istene. Ez a szolga úgy ismerte meg Ábrahámot, mint akinek Ura és Istene, a mindenható Úr. És kérdezem tőled, kedves szülő, nagyszülő, házam népe és házad népe úgy ismer téged, mint akinek Istene az Úr. Mint aki világosan imádod és szolgálod, és szolgálom őt. Úgy tud-e más szólni rólam és rólad, mint akiről nyilvánvaló az, hogy az én imádatom nem másról szól. Az Urat, az én Istenemet, Krisztust, a mindenhatót imádom. Így ismernek-e meg házam és házad lakói, családom és családod, látja-e bennem és benned a mindenható Istennek szolgáját, imádóját. És ennél a szónál szeretnék megállni, imádó. Nem csak azt mondja Ábrahám, hogy ő a te Istened. Neki nem imádságai, nem bizonyos aktusai vannak, vallásos cselekedetei, neki Istene van. Az Ábrahám Istene. És úgy kívánom, hogy a gyermekeim, és a gyermekeitek, az unokáink ezt lássák. Hogy nem csupán vallásos cselekedeteink, szokásaink vannak, annak is megvan a helye. Istenünk van, Urunk van, Krisztusunk van, megtartónk van. A mi Istenünk, akivel szövetséget kötöttünk, az ő fiának, kereszthalála által, akit imádunk és akit dicsőítünk, itt hordozunk a szívünkben. Nem cselekedeteink vannak, csupán hitünk, életünk Isten számára,
Istennek az imádói vagyunk. És a szolga imádsága, úgy olvassuk, Ura, még ma légy kegyelmes hozzám. Nem bírom a terhet, Uram. Én nem akarok itt megállni. Nem akarok bizonytalan lenni. Uram, még ma hozd elébe azt a lányt. Uram, én ma akarlak téged megismerni. És köszönöm, hogy te a mának az Istene vagy. Ma adsz nekem kegyelmet. Ma engeded meg, hogy megtapasztaljam azt, hogy te Úr vagy, és használsz engem is. És ami számomra lehetetlen, azt ma teszed lehetségessé, és csodálkozni fogok, Uram, rajta. Ma, kérlek, Uram, légy kegyelmes Ábrahám iránt, és hozd elém azt a lányt. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy elmondja a próbát is. Jelet kérek, Uram, tőled. Én most nem fogok válogatni. Nem azt nézem, hogy ki jön elsőnek, ki jön másodiknak. Nem azt nézem, hogy melyik a szebb, melyik az ügyesebb. Nem azt nézem, hogy melyiknek milyen a korsója, milyen a ruhája. Azt se kérdezem meg, hogy melyiknek milyen a nemzetsége. Uram, én követlek téged. És az igazi imádságban ez kell megtörténjen. Ne arról szóljak, hogy én és te mit akarok a magam módján. Uram, követlek téged. Biztos jelet kívánok afelől, Uram, az életemben, hogy én a te utadon járok, és téged követlek. Köszönöm azt, Uram, hogy téged ma foglak látni, munkálkodni az életemben. Köszönöm azt, hogy követhetlek, biztosra mehetek veled. Kérlek, akitől kérek vizet, az legyen kész a másik mérföldre. Adjon a tevéknek is. Tudjátok, milyen nagyot mondott? A teve az az állat, amely pár percen belül sok liter vizet tud inni. Ő egy kevés vizet kér. Majd meglátjuk, így szólítja meg a lányt. Egy kevés vizet adjál. De ugyanakkor azt kéri, hogy az én tevéimnek 10 tevével indult el. Azt pedig liter számra issza a vizet. Percek alatt. Uram, az itassa meg a tevéimet. És figyeljétek meg, hogy milyen nagyszerű, amit egy ima megtehet. Még ajkunkon sincs a szó. Még be sem fejezte az imát, így olvassuk. Még minek előtte elvégezte volna a beszédet, jő van a Rebeka. Nem más. Rebeka jött. Az a Rebeka, aki Náhornak, Ábrahám testvérének volt a lánya, és nem Lábán jött a fiú testvére, nem más lány jött, Rebeka jött, akit Isten odaindított. És még az ajkán volt a szó, alig fejezte be Eliézer, a szolga, az imádságot, Rebeka jön. És figyeljétek meg, hogy az Isten által te cselekedet milyen csodálatos. Aki hittel lép a mi Urunk követésére, hogyan tapasztalja meg a mi Istenünk szeretetét, kegyelmét, hogyan irányítja. Isten úgy a Rebeka gondolatait is, és hallgatja meg az ő szolgájának, Eliézernek is a szavát, így olvassuk, amikor közelért, megkéri, adj nékem egy kevés vizet a te vedredből.
S Rebeka rögtön veszi a vedret, leengedi a fejéről, a válláról. Inni áld Eliézernek, és már nem kell mondja a szolga, az én tevéimnek is adnál, mert van vedred. Önmagától mondja, így áll, Uram, és a te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. Megfigyelitek, testvéreim, hogy munkálkodik Isten a Rebeka gondolataiban, és sokkal többet ad, mint amit Eliézer gondol. Már mondja, folytatja a párbeszédet, amit gondolatban, imádságban megtett Eliézer, Rebeka, és azt mondja, az elégig inni adok a tevéknek. Nem megkínálom őket, eleget adok nekik. És megtapasztalja Eliézer, hogy Isten milyen hatalmas Úr, hogy hogyan munkálkodik az emberbe, hogyan tudja indítani az embernek szíve gondolatát. És egy idegen lány, egy számára ismeretlen lány, nem csupán egy idősebb embert itat meg, 10 tevének merít, és megitatja őket bőven. Miért? Mert jegyezzétek meg, hogy a Jézus lábnyomán, az Úr útján álmélkodás van bennünk. Nem marad Eliézernek sem más, mint csodálni a mi Urunknak hatalmas művét. Így olvassuk, látta a saját szemével, hogy siet a leány, hogy meríti a vizet, hogy itatja a tevéket, ismét fut a forrásra, ismét már, az ember pedig álmélkodva néz vala rá. És itt szeretnék most megállni. Az én is a te álmélkodásod a világ dolgain van. Azokon álmélkodunk, hogy milyen nagy a tudomány, milyen szép az emberi test, milyen autók, lakások, a pénz, és soha sorolhatnám tovább, mi minden van, vagy netán azon álmélkodok, hogy eliramlott az élet, vagy fiatalként, idősként álmélkodok az Úr nagyságos dolgain, aki hatalmas dolgot cselekszik azokkal, akik hittel járnak vele, követik őt, szolgálnak neki, és ránéznek, akik készek az Urat próbára tenni, akik megragadják az ő ígéretét, akik nem csupán a szüleik, a testvéreik, a lelki pásztoruk, vagy valakinek az Istenét imádják, hanem megismerték az Urat, mint hatalmas Istent az ő életükben, mint akik bizonyságot tesznek arról. Láttam az én szememmel, az én Istenem hatalmas Úr. Tapasztalom az életemben. Az ő kezébe tettem életem. És álmélkodok azon, milyen csodálatosak az ő tervei. Ó, Uram, mondja a zsoltáros, micsoda az ember, hogy gondod van rá. És befejeződik itt történetünk, és megtapasztalja Eliézer azt, hogy az Úr hatalmas Isten. Ébenhaézer a történések fölött észrevétlen, kitartóan kúszik az idő. Észre se venném tova suhanását, mert zaja nincs, csak a fű kinő.
zöldül, elsárgul, aztán oda lesz. Elmúlik minde, aztán újra lesz. A föld megkerüli a napot, s ha vet az ember új életmagot, új fordulóknál a csira újra kinő, és a fordulóknál tűnik az idő. A fordulókat megjelöltem én, évet év után az élettekén, és követ emeltem emlékoszlopul, hogy megsegített mind eddig az Úr. Isten szeretett, óvott, őrizett, naponta fényes hegytetőkre vitt, máskor a mélység zárta útjait. De szememnek szép új látást adott, meglátni azt, amit ő alkotott. A fájdalomba a szépet megtalálni, tengerfenekén gyöngyökre halászni. Aztán, ha ő a legszebbeket kéri, szemrehányás nélkül adni oda néki, hiszen ő nála még szebb lesz a fénye, akkor az az enyém, ha az ő kezébe gyermeki hittel oda van letéve. Fordul a föld, hátra már nem nézek, az elmúlásról Istennel beszélek. Mi ezután lesz is, ő adja nekem, de ében Heizernek nevezem el. Minden fordulót, minden év követ, áldom az Istent, aki szeretett, és tovább is szeret. De ezt írom fel emlékoszlopul, hogy megsegített mindeddig az Úr. Kedves nézőink, a Credo TV magyar nyelvi műsorát látták. Addig, amíg újra találkozhatunk, kívánjuk Isten oltalmát és az ő áldását minden tévénéző életére. Találkozunk ugyanebben az időpontban és ugyanitt.